Az átépítés alatt álló Szélkámán tér olyan lett, mint egy labirintus, teljesen új közlekedési rend alakult ki. Ezt próbáljuk most feltérképezni. Ez mondjuk, hogy az északnyugati bejárat itt a Szilágyi Erzsébet fasornál. Innen próbálunk valahogy behatolni, megtalálni a 4-es, 6-os pótlójának a megállóját. Stopper indul. Gyere, Tomi! Elképesztően izgalmas lett. Ó, ajjaj, menekülnek az utasok. Oda néz, oda néz. Bolya Ferenc, Bolya Ferenc, Bolya Ferenc. Feri bácsi is erre jár. Hát, nála izgalmasabb ember, hát ő még a Moszkva térnél is izgalmasabb. Hogyha már Bolya Ferenc, klasszikus Medgyessy Péteri helyzetben vagyunk. Hülyék lennénk jobbra menni, menjünk balra. A második útelágazódáshoz érkeztünk, és tovább megyünk a legyező felé, és abban reménykedünk, hogy ott a legyező környékén valahogy át lehet majd vágni. Hármas úthoz érkeztünk, és itt már van tábla, ami jelöli, hogy nem jöttünk rossz irányba, a 4-es, 6-os pótló arra van. Menjünk tovább. Én itt azt hittem, hogy majd valahol át lehet vágni, de nem lehet. Itt volt régen talán a 61-esnek a megállója. Azért ez mégiscsak az ország legforgalmasabb tere, és próbáljuk megtalálni az ország legsűrűbben használt viszonylatát. Az pedig a 4-es, 6-os villamos, azon 200 ezeren utaznak naponta. Én egyébként sem vagyok egy topográfiai zseni, de amikor egy ilyenbe ütközöm, egy ilyen nyílba, ami a föld felé mutat, a gyalogos átkelője ideiglenesen megszűnt. Itt senki nincs biztonságban, ez biztos, hogy egyébként nem a jó megoldás, mert hogy itt nem lehet átkelni. Ez az. Óra leáll. Újra tervezés. Visszatértünk az eredeti kiinduló pontunkhoz. Új és rövidebb útvonalat keresünk. 5,3 milliárdba fog kerülni a felújítás, jövő tavasszal adják csak át. Addig meg kell tanulnunk használni. Itt vagyunk az első kereszteződésnél, arra mentünk, teljesen logikusan, mert hogy annó arra volt a 4-es, 6-os, most viszont megpróbálunk jobbra menni. Azt ígérik nekünk egyébként, majd az elkészült Szélkámán tér padlójába LED világítás lesz beépítve, ami mutatja, hogy merre kell menni. Ide a várbuszhoz mozgó lépcső fog felvezetni. Hogy itt merre lenne szabályos, arról fogalmam sincs. Na jó, menjünk itt. Ott vannak a 4-es, 6-osok. Így mennek össze-vissza az emberek is, szóval mi is menjünk át. Ott az első busz. Előveszem az órát. Három percet javítottunk az előzőhöz képest. Harmadik menet következik. Én már egyébként tudom, hogy hol szúrtuk el eddig, hol fordultunk rossz irányba. Megkérdezhetem, hogy melyik a legrövidebb úton a 4-es, 6-os pótlóhoz? Dehogy nem, gyertek velünk, mi is oda megyünk. Na, követünk titeket. Tehát szoktatok erre járni? Minden áldott nap, mert a élettársamat viszem fel a Kék Golyó utcai kórházba a sugárkezelésre. Kiismertétek már magatokat? Én már igen, teljes mértékben. Kétszer körbe megyek rajta, és már tudom, hogy mi hol van. Aha. Csak elsőre tűnik bonyolultnak. Persze, persze. Ez a legrövidebb út a villamos pótlóbuszhoz. Egyenesen átjövünk, van két lámpa, ugyebár végigjövünk ezen az úton. Van, elfordulunk, és a busz megáll. 3 perc 52, tehát abszolút ez a rekord. Mit rontottunk el? Onnan jöttünk, két zebrán áthaladtunk, megérkeztünk ebbe a csomópontba, és elfordultunk jobbra, vagy egyenesen mentünk, de nem jutott eszünk be, hogy balra menjünk, méghozzá azért, mert jöttünk innen, és nem vettük észre ezt a táblát. Nincs semmi baj, nem azért kell a Moszkva térre jönni, hogy az ember gyorsan tudjon tovább haladni, hanem azért érdemes idejönni, mert ez most a leglátványosabb és legizgalmasabb része Budapestnek.